Kovács Margit munkáin keresztül ismerkedtek a gyerekek a fazekasság történetével, a kerámiából készült meseillusztrációkkal, a biblia és néprajzi témákkal, 54 múzeumi órán, illetve 4 sorozatból álló tematikus foglalkozás sorozatban. Új kezdeményezés volt a múzeumi napprogram, de nagy sikert arattak a műhely foglalkozások is. A kisalföldi alkotó életművét 271 látogató érdeklődése mellett Kerámia Szabad Egyetemen ismertették. Idén nyáron bentlakásos múzeumi tábort szerveztek, ahol a mosonszentmiklósi diákok is nagy élvezettel ismerkedtek a szobrászkodás alapjaival. 22 diákkal vettünk részt, akik egyébként már nem teljesen idegen gyerekek voltak a győri múzeumok számára, hisz évközben a képzős osztályból nagyon sok gyerek péntek délutánonként járt ide a foglalkozásokra, tehát azért már volt egy-két gyereknek ismerettségeit. A Városi Művészeti Múzeum a megyei múzeális szakintézmények legsikeresebb pályázója, mert augusztus végén 2 fejlesztésük is sikerrel zárult. Ebben a projektben pedig a szakmai munka megújítása mellett eszköz és épületfejlesztése is szereztek anyagi forrást. Kovács Margit állandó kiállítás fogadótere végre méltó körülmények közé került, teljesen megújíthattuk. A kiállítást egy olyan szellemben, az állandó kiállítást egy olyan szellemben sikerült újra rendeznünk, újra gondolnunk, amely a múzeum pedagógiai és a látogató igényeket szélesebb mértékben kielégíti és megfelel az új elvárásoknak. A pályázati fejlesztésből valósítottak meg egy, a Kovács Margit gyűjtemény bemutató színes foglalkoztató füzetet 11-14 évesek számára, egy gyerekeknek szóló képeskönyvet, képeslapokat és az állandó kiállítás népszerűsítő programfüzetet is.